Sziasztok, ez itt újra a Heroes 4 kampánya. Ezúttal új kampányt kezdünk, ami nem más, mint a negyedik kampány. A tündér főszereplésével, a természet főszereplésével. Iránt a bátorság miatt. Még Elvin sem volt tisztában saját képességeivel. Én azonban láttam, mire képes. Mikor eltévedtünk az erdőben, és mindenféle banditák és lények vettek körül minket, akkor talán jobban félt, mint korábban bármikor az életben. Mégis úgy tűnt, hogy csak az én lelki állapotom érdekli, és mindenáron próbált megnevettetni. Ezért örökké szeretni fogom. Ezen átörésre olvastál, de szerintem az előzőre plusz egyezett a szöveg, ami az előzőnél nem volt jellemző. Na, egyen emeljük a nehézséget, de csak egyen. Hadjárat. Elvin és Shira találkozása szerelem volt elsőlátása, ám van valaki, aki szemet vetett Shirára, és akit semmi sem állított meg, hogy megszerezze a lányt. Így kezdődik el egy trojikus szerelmi történet, amely Aranor törpe nemzetét polgárháborúba sodorja, és azzal fenyegeti, hogy lerombol mindent, amit a törpék építettek a leszámolás óta. Az arany tenger partmenti vizein hajózó diplomáciai misszió sorsa tragikusra fordul, amikor kalózok támadják meg őket. Elvin és Shira éppen hogy csak megmenekül nagy zavarban, ám hamarosan rá kell jönnünk, hogy eltévedtek. Aranornak ezen a vadvidékén Elvinen megúlik, hogy újra hazaüssenek, de az udvaron Stündének először meg kell tanulni a túlélést a vadvidéken, és csatába kell vezetni a katonáit, ha valahogy is keresztül akarnak jutni ezen a civilizálatlan és veszélyes vidéken. Találd meg Shira apját, Gramint. Hagyjátok, elvész Elvin a hűs. Elvin és minden képzettség a varázsigé és tapasztalata átkerül a következő térképre, minden hősérő maximális szintje 15 lehet. A szerelmesek című első pálya. Szerencsére azon az estén egy új márkás. Három részes együttesbe öltöztem az inkább, és nadrágom vizes anyagból készült, mert egy fehér csipke hangsúlyozott ki. Pávatolva lisztet, széles kalapot és aranylapokból álló vett viseltem, térdig érő csizmám fehér nyúlszerről készült. Pénzellemelőbb részét a ruházatomra költöttem, és azt hiszem, a sors akarta volt, hogy viseljem, mert az volt az első alkalom, amikor találkoztam Shirával. Attól a naptól kezdve, hogy megjelent a Tünde udvarban, mindenki őt tartotta a legjobb nélek egész Aradorban. Nos, ezt élezőt már számtalanszor hallottam odavetni, az előtt is bár sosem értettem, hogy egy udvarban, ahol számtalan gyűlölő van, mi történik ki egyik a másikhoz képest. De Shira más volt. Derek ígérő haja úgy ragyogott, mint a fák mellően áttörő aranyló napsugár. A téglék tiszta kékében pompázó nagy szemek uralták keskeny arcát, képesek voltak a lélek mélyére hatolni. Te mindkét órán keresztül táncoltam el azon az estén, és hamarosan rájöttem, hogy Shira csupán is szépség. Táncoltam szép nőkkel korábban is, de ott hagytam őket, amikor felismertem, hogy belül csupán annyit érnek, mint egy korhadó fatuskó. Shira más volt. Hallgatag volt, de intelligens, és az volt az érzésem, hogy vágyódik valami után, de nem tudja mi után. Akár csak én. Egész életemben. Amikor megkérdeztem, mit csinálsz? Úgy értem akkor, amikor én a férfiak szívét rabod el. Shira mélyen a szemembe nézett, mintha akkor látni először is rám mosolygott. Ez volt az a pillanat, amikor beleszerettem. Ez kicsit mesei is néha, de kicsit lírikus, stb. Shira az a fajta nő, akinek a kedvéért az ember olyan dolgokra képes, amiket egyébként nem tenne meg. Képes elérni azt, hogy egy lusta férfi sportoljon, vagy egy kapsi jótékony legyen. Engem arra biztatott, hogy egy igénybe némi protekciót így engem, és kineveznek azon druida tanácsadók egyikének, hogy részt vesznek az Aranor partvékemet egy diplomáciai utazáson. Nem igazán szeretek ismeretlen vidéken utazni, még kevésbé tengeren, de csak az a lehetőségem maradt arra, hogy néhány elnapott pillanatot együtt öltessek Shirával. Anélkül, hogy tűnne udvar kíváncsiskodó tekintete figyelne bennünket. Az egyetlen ember, aki miatt aggódnom kellett, Gramin volt Shira apja. Gramin volt az expedíció vezetője, az volt a feladat, hogy látogassa végig a kikötővárosokat azért, hogy megszilárdítsa kapcsolatokat Aranornal és vonja őket teljesen a Tünde nemzetség fennhatóság alá. Hamarosan rájöttem arra, hogy Gramin megpróbáltam elhadályozni részvételmet ezen a küldetésen. Hogy miért? Nem tudom. Szerencsére nem tudtam megváltoztatni a döntést. Az érzésem az volt, hogy tanácsadónak és legbefolyásosabb támogatónak mellett állnak a keze volt a dologban, hogy így történt. Nagyszerű, hogy a vérek tanácsában van egy ilyen jó barát. Tudtam volna, hogy Gramin ennyire éberen fogorkodni azon, hogy a lányát távol tartsa tőlem, talán nem is törődtem volna az egész. Az utazás 8. napján Shirával végül is így döntöttük, hogy fellopogatunk az egyik árbolcra, hogy beszélgessünk és nézegessük a csőrókat. Fönn az árbolc kosárban hallottuk az őrhal korkolását. Korábban álmot leheltem rá, így Shira és én magunkban lehettünk. Ha engem kérdezel, ők itt volt az idei alkalom, hiszen az újra tudományomat. Nagy hatással volt Shirára az ég volt a kapcsolatú tudása, amikor megneveztem minden csőrókat, amire csak rámutatott. Hát mutassam meg a kedvenceimet, mondtam. A karomra fektette a fejét, úgy követte tekintetéről az általán mutatott irányt, a keleti horizonton. Én azonban csak arra a kedves illetet tudtam gondolni, mely fellebbent a hajóról. Becsuktam a szememet, és tudtam, hogy ezt az illetet sikasabban elfelejteni.
Ott, mondtam. Pontosan a szemhatár fölött. Nézd a kék csillagot a piros mellett. Majdnem érintik egymást. Egyszer eszik rádnak. Ők a szerelmesek. És miért mutatodnánk nekem azokat a csillagokat? Kérdezte sérel jövőből. Mert válaszolottam volna, egy árnyék suhant át a szerelmeseket. Megfeszültem, ahogy követte az árnyékot le a mélysötétségbe, amely egy tengeren lebegett. Egy hajó volt. Túl gyorsan közeledt velünk. Nem tévedhettem. A kalózok olyan gyorsan támadtunk rá, hogy a legénység legnagyobb része még a fedélzet alatt tartózkodott, amikor a gazemberek köteleken átlendültek a hajunkra. Nem emlékszem sok mindenre, csak a fény sikoljára és csikorgására a fémen. Tűz égett mindenütt, füst mart a szememet. Mindenfelé emberek aldokoltak. Szörnyű volt. Csak arra tudtam gondolni, hogy sérül biztonságban helyezem, ami sikerült is az egyik mentőcsónak segítségével. Hála a mindkét hajón folyó csatának elvágtam a csónak rögzítő kötelét, és észrevétlenül ereszkedtünk a sötétségbe. Távolról figyeltük, ahogy mindkét hajó elsied. Sérre a vállamon sírt, mivel nem tudtam, mi lett az apja sorsa. És miért vagyok egyedül? Hogyha elvileg Sérre is velem, és ő is elf. Na nézzük. Itt van druida hősünk Elvin, akik egyrészt kevesebb pontot fognak majd felhasználni a haladó természetmágia segítségével. És ezzel az alapművészettel, a varázslatok elvarázslásához. És a visszatöltődés naponta 2 ponttal növeli, aztán pedig itt van az alap természetmágia lehetőség, ami a természetmágia lehetőségeit biztosítja alap. Szinten az első 1-2-3-as szinten. Alapvetően csak a farkas idézés van nekünk. Nagyon fontos tudni, hogy a természetmágia az általában ilyen idéző mágiákat, illetve varázslatokat fog tartalmazni. Más is lesz természetesen, de ez a fő. Na, kapunk egy kis mozgást. Hát, talán le tudjuk verni ezt, próbáljuk meg. Valaki idéző csomó farkast. Reméljük sikerrel járunk. A farkas az kétszer támad, azért szeretem. Tudom, hogy elfogyjon a vonál, basszus. Szóval, hogy elvileg ennek elég ugyanúgy megkapjuk az XP-t, úgyhogy nem sikeres volt, de mondjuk a fele vonál elment. Tegyük hozzá gyorsan, illetve kaptunk egy egészségi talált, ami még akár szintén jól jöhet. És egy lovagló kesztyűt, ami 100%-kal több mozgás pontot biztosít kéremolásan. Ami, hát itt a sivatagos része nem is fog rosszul jönni véleményem szerint. Igen, hát szerintem ezt is el tudjuk verni, legalábbis reménykedem ebben. Kiderül persze. Érezte, hogy meg fogja támadni. Nem is tudom, hogy honnét, vagy miért. Gondoltam én. Szus. Érdekes, hogy nem támadja meg a hősöm, mert jól azt tudja, hogy ez a fő veszélyforrás a farkas. Nem elég lesz szerintem ez a farkas mennyiség. Igen, csak manámat kéne valahogy visszatölteni, mert ez így nem lesz elég. Sebesség ital, a hőssebessége 3-mal nő egy csata idejére. Több ital hatása viszont nem adódik össze. Kis nyersanyag, bár nem tudom, hogy kellni fog-e. Nem vagyok olyan biztos benne, mert visszegyünk föl mindent. Remélem hallotok, mert múltkor valamiért nagyon-nagyon hangos volt minden. Zene és hanghatás. Keseres vagy nyitás hallatszik valahonnan az esély mélyen rozsít, mindenhatig azt mondtok, hogy tudod hátraarcot csinálsz. Sokosét hallottál az énekmondoktól. Amelyikben az emberek mindig meghalnak, miatt különös hangok eredetét kutatják. De nem állhatod tovább, hogy összörülést így csendesen fátropáig puszol. Bizonyára közel vagy mégsem látsz semmit. Lehetséges, hogy egy erdei szerelem hallottam már új kis történeteket, de egyik sem volt szívderítő. Aztán csak nem belelépsz, nem más, mint egy verem. Letérdelsz és lebámulsz a meredekükba. A gödör fenekén egy kis farkas kölyök van. Szánalmasan karmolászza a csapda oldalát, miközben segítségért van így. Úgy tűnik kivélezett egyik hátsó lábát, amely valószínűleg megsérültem, a gödörbe esett.
Tarts ki kiskomán, mondod, míg egy ágat vagy padarakot keresel, vagy valahogyan kiuttasd a kölyköt. Természetesen semmit sem találsz, ami elég nagy ahhoz, hogy jó legyen. Ezért néhány szornak körüldever, mert közelről tanulmányozod néhány hüvelyk hiány, hétláb még lehet. Még egy felnőtt farkas sem tudna kivászni belőle. Végre aztán egyszer azt látod a hosszú vékony testednek. Előveszed a tőrület és erősen a földbe lőd a verem szélénél úgy, hogy rákapaszkodhass, aki kell másznom. Azután beugrasz, pontosan a kölyök mellé. Kis farkas csahol és morog, amikor ért egy úszak. Ezután kap, kiszakítod belőle egy darab közmust. Á, úgy csak segíteni próbálunk, kiáltod. De megérted, hogy ez a kis trendnél úgy megvan ilyetben, mint még életében soha. Nem fog könnyen menni a dolog, úgyhogy gyorsan fölkapod a verem teteje felé emeled. Marcid eltöltül a fájdalomtól, amikor az állat karmol és belekap a karodba. Végül a kölyök észreveszi, hol van, és kiszökken az erdő talajára. Hallod, ahogy elról? Isten veled, mondod. A kezed és alkarod olyan, mint a tövisek hasogatták volna végig. Sejem, zubbanyad, ujjára nyúlod, ez a köszönet. Egy kis erőfeszítésre kiemeled magad a verem csapdájába, de amikor magadhoz az a tőlődet rájössz, hogy nem vagy egyedül, a sütögásszerű csendben egy csapat farkas vesz körül. Hú, nyugod, nem én ástól ezt a vernet becsületemre. Nyugodt maradsz, attól tart, hogy egy rossz mozdulat az életedbe kerülhet. Még akkor sem mozdulsz, amikor egy hatalmas nőstény kilép a csapatból. Nyilkos órát idegesen a tenyeret, ez nyomja a szivatot, ki sem megbötös. Majd megnyalja a kezedet, hogy boldogan csóválni kezdi a farkát. Úgy tűnik, új barátokat szereztél. Pénzért. Azt hinné az ember, hogy ezt ingyen megkapom. Erre nem. Menjünk erre, itt kapunk egy szuper képességet, a tündérvidézést, ami azért, mert tündérnek nem ütnek vissza. Lassan mindkét kezeddel megérinted az oltárt, a bőrödön átáramló energia beburkol téged. Érzed az természet mágia meghittségét, a varázslatos helyett a tudást. Megtanulod az tündérvidézés varázslatot. Ez egy első szintű ilyen természetoltár. De nagyon jó, itt még van egy tündevevőhely is, ami ezt láthatjátok. Átmenetileg megnyugolja a szerencsémet, de született tartasz, hogy lemosd magadról a koszt, ami barangolás során ragadt rád. Gyorsan rájössz, hogy sosem leszel igazán tiszta, addig, amíg viszont nem törsz a tünde udvarba. Egy forró fürdő az, amire szükséged van. Megmosod az arcod és a kezed, és épp azon vagy, hogy megfelelődjön, amikor észreveszel, hogy néhány apró arcacskát bújkálni a medencét szegélyező bokrokban. Hé, ti, gyertek ki onnan, mielőtt meglátod őket, felismered egy tündér kuncogását. Mit csináltatok? Kérdezed. Figyelünk? Mondja az egyik. Bizony épp azon tündöttünk, vajon két tünde vagy egyszerre? Mondja a másik. Olyan magas vagy? Lemerni fogod egy valami valaki a szép ruhád alatt. Tapasztalatból tudod, hogy egy tündér hallját is van rá, egész nap beszél, ezért félbeszakítod. Nem, csak én vagyok, mondod. A nevem Elvin, druida vagyok a tünde udvarban, és úgy tűnik elvesztem, talán tudtok segíteni. Druida vagy? Kérdi az egyik. Nem úgy nézel ki, mint egy druida. Nem úgy néz ki. Nem, úgy néz ki, mint egy mulatságos magas éneklő trobadó. Egy magas ösztönér színes fa, igen? Miféle fa? Újra felmeled a kezedet, sovaj tesz egyet, mert tündérek még mindig a méreteiden tréfálkoznak. Tudta, nekem segíteni? Gondoljátok át, ha csatlakoztam hozzám rajtam, szorakozhattok már fosszat. A tündérek körbe repülik a medencét, élvezettel kuncognak és gonyolodnak, azután egyik oda integet neked. Viccesen hangzik? Gyere velük haza, elakadik mesélni a tepieknek is, mondja. És kapok egy csomó tündért. Köszönöm. Lefele megyek, mert ezt meg akarom szerválni. Basszus. Igen, ez a baj ezekkel. Sajnos. Ők csak ilyen semmiből elő tudnak ugrani. Ezek rohadt sokan vannak, már nem azért. Azok a nevezik külön a tündéreket, így nem tudom, hogy most melyik, tehát ez az idegesítőben nem. Ajaj. Most miért jöjjön? Hányszor lép még basszus? Hát ne nevettessünk már. Lehet, hogy ezt nem kell valamit támadni. Sokat veszünk vele. Thank you.
Legyőztük, de nem tudom, ez mennyire értemen. Ilyen rohadt sok kicsi veszés italajt, a szentelt víz. Hát ez nem volt valami jó dolog. Itt van egy jelenség. Több elementál. Egy darab. Ez egy nagy nulla konkrétan. Van egy olyan... Ej, basszus, ez megint honnan jött elő? Csüves is itala. A part vetett minket a tengersér, a komoly is szokat. Na, mindennél jobban foglalkozhat, hogy biztonságban tudja magunkat, de már nem tudok aggódó arcára nézni. Az arc egyszerűen nem csak arra való, hogy a szomorúság másai árnyékolják. Így van, reggel szereztem néhány almát délve, megálltunk, hogy pihenjünk egy csörgező patak mellett. Foglalni helyet, hölgyem, mondtam, miközben ő a kapinyegemet széthajtogattam, és a nevezős földre terítettem. Már úgyis tönkre ment, mit számít nekem egy kis piszok? Sér a bonyolított és leült. Figyelte, hogy az áttetsző víz körülbelül egy fénynél követ. Ez alatt előbányasztam Tarisziámmal az almákat, és elkezdtem még zomborodni. Nos, szépséges, hogy ezek közül az almák közül három olyan, mint a legvírusabb, legidősebbnél, amit valaha is ettél, mondtam. És mi a negyedikkel? Kérdeztem, amikor folytatta az általam elkezdett játékot. Annak varázsereje van, bár olyan zsamatos, mint a többi. Az a hölgy, aki beleharap, azonnal beleszeret az első emberbe, akit megpillant. Sér a szájának sarka, nélkül felfelhajolt. Akkor talán nem kéne megennem, mondta. Nem szeretném megkockáztatni, hogy nem ekkora emberről szeressek bele, tudod? Ó, nem, meg kell lenned, ugyanis te teljesen tudom, hogy ez a fajta parázsra van. Nem fejtik ki a hatását, ha az, aki megeszi, már szeret valaki más. Minden egyes almát a hátam mögött kaptam határozott mozdulattal, azután oda nyitottam egyet Sérának. Elvetést italozás nélkül belerakott a piros gyümölcsbe. A gyümölcs leve összegyűlt, letelt ajkaim. Korábban sosem voltam oda az almáért, de azon napon a karomat adtam oda egyért. Akarod tudni, melyik almát adtam oda neked? Kérdezte. Nem, választ, nem számít, melyiket ettem. Még egy egészségi talán. Nem tudom, ezeket hogy fogom tudni nevelni. Így kevés emberrel. És még manám se nagyon van. Én is sokkal erősebbnek kéne lenni. Azt a franc, hát én nem tudom leverni. Tudjátok, ez milyen erős? Megint halkad az a basszus, és jó félre is nyomtam. Nem jó a szentelt víz sem. Thank you.
támadjam. És egyet vettem. Nagyon sok életereik van, hogy az esélytelen kategória. A mennyiből 8-ból 2-t tudtam leverni, hát ez komoly. Még az jó dolgok vannak a helyen is. 10 csapás, ez nekem nagyon kéne. Nem tudom, mit taktikázunk. Meg ezt körülbelül. Jó, ennyi volt. Jaj, de jó. Komoly. Hát újra neki a jelenleg közben szépen kiakadt a játék. Valamiért. Minden erőfeszítése arra irányít, hogy felvődítsam sérát. Mindez a pár rökkön másodpercig volt eredményes zavar, ha boldogtalanul látom. De nem hibáztatom őt ezért. Bizonyára az apjára gondol arra az éjszakán, amikor éppen csak menekültünk a halálozottól. Mi lehet az apjával? Meghalt? Mind meghaltak? Ugye arra gondoltam, mint ő. Főként, mert én voltam az, aki álmodba csátott az álpócőrre. Ha ébre maradt volna, talán időben észrevesztek ahhoz, hogy Gramin és az emberei megfelelően felkészüljenek a védekezésre. Hoppá. És túltoltam. Ezúttal jól elfusaráltam a dolgokat. Az édesapádra gondolsz, ugye? Kérdeztem az egyik békés pillanatában Bolintot. Nem tudjuk, mi történt Sérra, még mindig életben lehet. Annak alapján, amit hallottam róla, ő egy leleményes harcos. Másra sem tudok gondolni, csak arra, hogy ott maradhattunk volna, talán tudtunk volna segíteni, mondta. Mit tudtunk volna csinálni Sérra? Egyikünk sem harcos. Szóval én túlságosan kiméletlennek, túlságosan meggyőzőek voltak. Nem segítettek. Sérra, nem azt akartam hallani, mennyire reménytelen a helyzetünk. Azt akartam hallani, hogy az apja még mindig él, ha nem hagyja őt, csak van a szükség idején. A karomba vettem és végsimítottam a haján. Jól van, az édesapád Sérra. Érzem, azok csak kalózok voltak, az efféle banditák nem tudnak túltenni Aranon képzett harcosain, igaz? Kérdeztem. Nos igen, de jól van, azt hiszem nem tudok, hogy az apád mindnál jobban szeret téged, vajon nem azt szeretnéd biztonságban légy, dehogy nem. Tehát mi épp azt tettük, amit ő várt tőlünk, most már azt kell végigmondolnunk, hogy hogyan találhatjuk meg őt újra. Bárhol lehet elvinni, talán most éppen engem keres, már ha egyáltalán megmenekül. Igen, de ha nem talál téged, tudni fogja, hogy van egy hely, ahova biztosan el fogsz menni, ez pedig nem lehet más, mint utunk első állomása. Reméltem, hogy nincs valójában Gramin helyében, azt remélem, hogy lányom a legközelebbi biztonságos város felé vesz útját, ugyanis túl hosszú időbe telne az út gyalog hazáig. Akkor miért nem válasz inkább az ismert? Biztonságos kikötő? Dolphin Jump? Kérdezte Sérra. Igen, válaszoltam. Azt mondom, induljunk Dolphin Jumpba, milyen gyorsan csak tudunk. Biztos vagyok benne, hogy a pádot fog várni minket. Tele van szöveggel ez a pálya. Hát az volt, hogy ezzel se lesz nagyon előrém. Ops, meg is támadott. Bravo. Lehet, hogy inkább a farkast kéne egyébként erőltetni. Na, és megjön kezd. Bevenni, főleg így egymástán lép kétszer. Nem tudom ezt, hogy gondolták, hogy csak úgy simán leverjük ezeket ennyi emberrel. Itt lesz valami egy város, ha jól emlékszem, úgyhogy... Köpenyzésre... Ó, ezek mind jó cuccok, lent is, fent is. Basszus, ezek is sokan vannak, de legalább egyes szintű. Arya Centert víz nem volt rá. Azt is rohadt, hogy a pontos támadja elvinet.
Hát, hogy nem az erővarázslózat támadják. Maradt semmi emberem, te. Valahogy is szűkösek leszünk. Jaj, ne! Szeret nyomtam. Egy pajzs. Három közart. És távolsági védelem. Na mindegy, fölvettem most, bár nem a legjobban állunk. Szépen fogalmazva. Na, kőbőr varázslat, ez igazából megnöveli, azt hiszem, a közvetlen és társaság videó 25%-kal minden lénynek. Na, itt van az, amiért jöttünk. A vár. Mi őrzi? Mi őrzi a várat? Pakke. Kicsit durva. Az, ami őrzi. Na, most még az is megtalálod. Jaj, ne. Nem hiszem, hogy ez ilyen nehéz a keret ezt csinálni. Viszont három. Hát ez nem például tudni leverni ezt. Véleményem szerint. Nem fogom most ezzel varázsolni. Mi beverjük ezt. Még a 30-as 5-szer lép. Természetesen. Hát, ezt nem tudom leverni. Ez a sereggel. Nagy sereg. Sereg. Ami van. Közben meg csak nőnek az ellenfelek a környéken. Ha ezt most el tudom foglalni, akkor minden megkönnyebbül. Viszont be ezt ilyen szoros állásba teszem őket. Megyek neki. Probléma. Ne, annyira ilyen passzos. Nem szerintem. Hihetetlen. És akkor még így megöli. Nem tudok betélni, és hát lelő. Passzos. Meg azok itt neki. Ez annyira gáz, ez hogy lehet így megcsinálni? Megszereztem volna azt, az persze megint más. Pusztulj már meg! De ne a falat tör, basszus. Szerintem. Á, hát ezt így nem lehet, hát sokkal több embere van. Tudok már nem fogok tudni varázsolni. És ennyi volt. Szentelt tüzet nem tudok senkivel se dobni. Ennyi volt a nagy tudás.
meghalt, ez is valami csak segít fogok meghalni. Hát, hihetetlen, hogy ezt a várost elfoglalom, se tudom. Meg kéne ide jönnöm is, de közben csak az idő megy. Hát ezt nézzétek, milyen erős az ellenség. Ezt kéne utolérni. Még szintetesen sem tudok ugrani, ugye, mert nincs mivel, de... Akkor most megyek elő, lehet, hogy még több ember lesz csak. Az itt a problém. Az IAS meg majd szétlő, tehát... Hát ez... Nem a legjobb ez így. Most tök jó, van 50 tündén, talán már tudok valamit csinálni. Hát, ez a szétlő. Látjátok? De ne a falat is lesz is. Most ez majd legalább valamit ki tudunk fejteni. Végre. Mikor most jön a... Parkos, akkor annyi. Megzavar. Konkrétan. Megzaváljuk őt, ő meg minket. Hát, ő a parkos bezavál minket. Na, érdekes, hogy visszamegyem. Ezzel is meglepettem. Hozzá kell tegyem. Na, most meg jön vissza. Szó szerint megzabál a parkas minket. Jó, elég van már. Na ne, ezt nem hiszem el. De hogyha leverem, akkor lehet, hogy nyerek. A városban mindjárt újra élet, ha jól emlékszem, nyilvára. De lükkens, hiszen nem kapok semmi XP-t. Ez a vicces a dologban. Nem. Szigorú a játék, ennyi szólva. Ennyi szólva szigorú. Hát, hogyha így, akkor így. Nem tudom, hogy a kutyának melyiknek nagyobb a kezdeményezés, az 6-os. Ez 7-es, tehát a kutya nagyobb. Ez egy gyorsan visszamegyünk, most jól jött ki a lépés. Ezért is visszajövünk. Ja, hát ha nem jön ki, akkor nem jön ki. Keresítjük a tündért. Nekem aztán így is jó. Hopsz, ez szép volt. Basszus, hogy odaérjél, bakker. Hát... Értetlen. Miért azt támadja? Aj, nem hiszem el. Hm.
Ezt kell, a partot kell szülezőzni, mert... Farkassal van a nagy problématika. Megöljünk innenki a francba. Hú, basszus, végre. Hihetetlen. Ez sem rossz, de inkább ezt akarom, hogy valami erőset is varázsolhassak. Nem tudtam, hogy 7 kis tündeközösség ilyen távol van Aranor központját. A rájövök, hogy népem a leszámolás követően további területekre szorulódott szét, mint gondoltam. Úgy találtam, hogy Dandelion népe kellemes, de paranoiás. Szinte mindenkit félnek, és ezt meg is lehet érteni. Ők ott a kalózok és egyéb banditák folyamatos támadásának vannak kitéve. Minden egyes nap kényszenved is ezeknek az embereknek a számára, főleg mivel kis hiány, vagy mivel hiány vannak bármiféle hadseregnek vagy irányításnak, az a választás, hogy a többi tündértől ilyen távol jöttek el lakni, nem az egyetlen hibájuk. Sajnos vezetőjük és engem választottak, mindezt azért, mert megemlítettem, hogy a tündeudvar tagja vagyok. Most arra kérnek, hogy intézzem el a bűnözőket ezen a vidéken, ha nincs szüksége a segítségükre, abban Sérát biztonságban helyezem, tovább állnék tőlük az éjszaka lepről alatt. Szívességet tennék nekik azzal, hogy megszöknék, de most Sérára kell gondolnom. Hát igen, na. Nyomunk egyet. Varázslatok miatt. Nyomunk követés. Szerem mozgásra, ó, nem rossz. Kobold idézés. Hát mondjuk a kobold az olyan, hogy... Hogy igazán... Na nehogy már ennyi, ennyi volt. Na ne, Vándor C. Ha. Vándor C. Ha. 6 fa kell hozzá. Jó, tehát 6 fa, az azt jelenti, hogy ebből tudok cserélni. Ebből is. És már meg is van az íjász. Tehát én azt mondom, hogy az íjász az a must, tehát... Hoppá, ja, az a meg volt? Ezt nem is vettem észre, hogy a kettő meg volt. Már így már mindjárt jobban nézünk ki. Hát nem igazán basszus, hatalmas előnyben van az ellenség. Óriás előnyben. Konkrétan. Jó, igen, hát ezt el kell összefoglalni, nincs mese, hagyjányban van a város, tinde, az keresen is a varázslat miatt. Ez a leggyorsabb út, hogy ezt varázsoljuk szépen. Ez gyors volt. Bakker. Nem hiszem el. Nem hiszem, hogy nem ér oda, igen, ez hihetetlen tényleg. Nem sok emberem marad, de ez kellett a varázslat miatt, úgyhogy tudok mit csinálni. Darázsraj, hát ugye felemás. Ezt mondom, mert azt jelenti, hogy 10 tapasztalati pont értékben csaták után visszakapunk pár lényt, illetve, bocsánat, nem. Lapidőzés a hős számára lehetővé teszi, hogy seregében naponta egyszer koboldokat, tündereket vagy farkasokat végzem, mert maximum 10 tapasztalati pont értékben, tehát akkor az naponta automatizál jön, ami tök jó. De ezt ne felejtsük elfelejteni.
illetve az a szivárvány, hát ez is jó, igényesen 3 pontot ad plusz hozzá még a varázspontjaimhoz, és se elhanyagolandó. Hát akkor is elég sok pénzünk van, nem tudom, hogy miért, de egész jól kapunk, tehát. És lehet, hogy ezt a farkast kéne leverni konkrétan. Nem pilózok, hogy azt próbáljuk. Itt voltam, hogy a kőből, igen. Hoppá, ott az ellenséget már lehet látni, nem? De először szerintem a farkasokra menjünk. Na tök jó, hogy pont koboldot kaptunk. Ennek örvendek. Kobold. És egy természeti lény, bár olyan szempontból semleges, hogy a városban nem lehet venni. Itt a négyben vannak ilyenek. A szerencse képessé teszi a lényt, természet meg egy szerencse varázslatának használata, ez azt jelenti, hogy minimumot fognak, ha jól emlékszem, sebezni az ellenfelek, ami hát az így vagyunk be nem rossz. Ha jól emlékszem. És miről van szó? Csak egyszer tudjuk varázsolni, hát ez elég gáz. Emlékeztem, hogy kétszer, akkor lehet, hogy valami más volt az. Őrület, de sajnos megint kilépett a játék. Szuper mód. Megint elkezdett akadozni is valamiért. És továbbra sem tökéletes a híroznak a rendszere. Ennyi szóval sajnálatos számomra. Tudjátok mit? Azt gondolom, melyiknek van a legtöbb életereje. Ez 8, valószínűleg a farkas, nem? Ez 12. Basszus! Elnyomtam. De akkor farkas kell való varázsolnom, meg az kétszer is támad. Ezt megpusztítjuk. Na, így kell ezt. Na ne, bakker. Most miért jöjjön meg én? Egymást egy csomószor lép. Idegesítő. Basszus. De nekem ez kell. Nincs hasa. Ó, jej, itt viszont tudunk venni tündét. Ami nagyon jó jön nekünk. De viszont le is kell győzni. Egy csomót, basszus. Basszus, elnyilaznak így. Darázsraj. Mire jó ez? Ez mire volt jó? Ja, ilyenkor nem lép, ki marad. Oh. Csak egy kör igaza van. Egy kör marad ki. Nem rossz. Most meg is a miénk viszont. És így már nem is vagyunk olyan rosszak. Azt mondom. Na, itt.
Ez az unikor is meg a griff is jó, de a griff... ez mindig vissza, az unikor is viszont vakit is néha, hogy én inkább az unikor is a voksolni, meg olcsóbb, csak egy szivárvány kell hozzá. Mi növeli a lakunkat, így betélünk, ez a kettővel, ami azért nem rossz. Na, halljuk be. Viszont kéne csinálni karavánt, csak nincs pénzünk. Ugyebár. Mindig lemegyünk erre. Tudod, az ellenség meg egyre erősebb lesz, nekik már tele vannak szerintem mindennel. Főleg én remélem, nekik nem lehet, bárki tudja. Van bizakodom, hogy van valami alapőrségük is. Aztán lehet, hogy nincs. Tudja. Egész jók vagyunk. Hát én azt mondom, hogy először erre menjünk. Szerintem ez most így rohadt erős lett ez a gép, de... És tudjátok mit? Nyomunk be. Ezt hallgatunk továbbiakban is. Ó, az egész tűrhető sebzés már. Ezt kell mondanom. Annyira tűrhető, hogy meg is pusztult. Komodot hagyom egyelőre, hogy legközelebb is azt kapjak remélhetően. Lesz rá szükség. Remélem. Szuper, hát így már jók vagyunk, de hát... De az alapmeditáció az növeli a természetmágia hatékonyságát, ez nagyon fontos, és azt jelenti, hogy sokkal több varázslás lehetőségünk lesz. Tehát mit tudom én, eddig 10 tündért tudtunk erről varázsolni, most már 15-et fogunk. Ó, és meg a tűzpálcát is megkapjuk, nagyszerű. Tűzcsapás varázslatot adja, a pálca 4 varázslattal kezdő a csatát, és körönként 2-t regenerál. Ezen kívül kaptunk az előbb 6 támadást, és kaptunk futóhomokot. A varázsló szintjétől függ nagyságilag. És egy kör alatt tudnak csak áthaladni az ellenséges seregek. Hát ez gyakorlatilag ilyen... ilyen gátló tényező. Egyébként nagyon szeretem a zenéjét ennek a vállalnak. Tehát 6-12, csak pénz kell. Az unikornishoz. Na, kezdünk kicsit föltörni, de hát még mindig semmik vagyunk. Sajnos. Na, ez a gond, hogy megint az ilyen basszus, hát hihetetlen. Oké. Most megtámadna szépen a harpiát, babababa. Ez sem hiász, mást. Már pusztul. Hát valamennyit vesztettem, de kihoztam egész jól. Na, nagyon sok köpenye. Köpeny visszfelelő és varázslatának munkaköltsége egy ponttal csökken. Na, most pedig
Most sem megcsináljuk a unikornist. Került az. Na. Igen, csak azok, hogy meg nem lesz pénzem, mert a városházat minden építettem, tehát ezt tegyük hozzá hangosan. 6512 fa, tehát külön is kell hozzá, akkor kövezünk. Igen, fölcserélek. És ha meg is van véve. Csak nem lesz pénzem. Ez egy problematika. És megveszem ezt is. Ez ennyi volt, tehát... Sürgősen pénzre van szükségem. Tündőben már jól állunk. És hát ha az unikorn is, akkor az ide, így nem a legjobb, nem fogom tudni betankolni. Tankolőzemmódban vagyunk. Nem, de ez egyelőre elég lesz, én azt mondom. Nézzük, hogy állunk a többiek, ezt nem tudom komolyan gondolja, de sehol. És nem tudom fölén csinálni, így ez így érdekes lesz. Szerintem, de hát... Ó, de jó, föld alatt van az egyik sárga kulcs. Ja, nekünk nem is tudunk itt tovább menni. Ó, Troglita. Troglitát toborozni, szuper. Jó. Azért nem lesz rossz azért. És itt egy vár. Látom, akkor a káosz fele kell majd orientálódnunk. Pusztulj! Nem is pusztult, jól van. Ez most mi a franc? Mit akartam varázsolni? Ne már! Ne, nem ezt akartam. Az a szar, hogy nem tudok lépni a vacsaras területen. Szuper! Na, droga! Én nagyon szeretem! Kész, kifogyott! Hogy szívat ennyit az unikornisnak, de biztos. Nem tudok bemenni, és folyamatosan kijön, basszus. Nem gáz. Folyamatosan üti a
embereinek, na végre. Most abba az ügybe menni, attól tartok. Hogy békével. Hát, szíjetetek. Mert előrülni, mert félek, hogy akkor megtalálod. Nem tudom, hogy miért volt ennyire felerősítve, de... Megint meghalt minden seregem. Haladó idézés, tapasztalt fűvészet. Sosem hittem volna, hogy astronót fogok hozzátni, még kevésbé azt, hogy meg is nyerek egyet. Olyan sokan meghaltak a csata hosszú órája alatt. Szerencsére a többi Jack Dan védei közül került ki. Állandóan azt mondogattam magamnak, hogy ezek csak gyilkosok és tulajok rászolgáltak, de ez sem segített, hogy jobban érezze magam a történtek miatt. Mikor már biztossá vált, hogy győzelmünk, a városvezetője parancsolat volt, hogy az egész város gyújtsák fel, de kérdezd miért? Nincs rá magyarázat, még csak esélyünk sem volt, hogy élvezzük a győzelmünket. Másodpercekkel azt követően, hogy az utolsó ember is elesett, hallottuk, hogy valaki felkiált. Tűz van! Harcosaimmal az épületek közé rohantam, és láncba állva ödrökkel locsoltuk a fontos építményeket. Azokat az otthonokat, melyek üresek voltak és már lángóban álltak, hagytuk égni, ha nem voltak túl közel más épületekhez. Egész éjjel küzdöttünk a pokollal, és végül, mint a szaváros felét sikerült megmenteni. Olyan sokan váltak hajtalanul, hogy haltak meg a semmiért. Amikor visszaértem oda a sérre, és még néhány azokat ápoltak, akik füstmérgezés vagy égési sérüléseket szenvedtek, a lány a koromba vetette magát, és szorosan átölelt. Mi ez? Attól féltem, hogy téged is elveszítenek, mondja sérre. Engem is, hiszen meg akartak talán az apad a Dolphin Jumpban, emlékszel? Nem vesztettél el senkit? Bonított újra is átölelt. Hirtelen nagyon zavarva jöttem attól a szaktól, amit éreztem. Édes kis illat, hamu és piszok szaga keveredett ilyen erős bűzde, amit még egy paprinkészítő alkemista sem tudna elpalástolni. Lassan óvatosan elhúzottam, hogy ne sértsen meg vele kedvesem érzéseit. Még mindig sokat ennivaló, mondtam. Tök jó. Kaptunk egy ilyen várat. Akkor továbbra sincs karavánszeráj, meg városháza se, tehát ez így érdekes lesz, véleményem szerint. Mikor az a 10-10-5-5, szuper az, hogy nincs meg. De, meg tudjuk talán építeni majd. Ja nem, mert most meg a másikból hiányzik, szuper. Meg ebből. Ebből kell még öt, ugye? Ezzel sereggel nem tudok megint mit leverni, tehát őrület, gonosz szem, verbi valható. Az ellenség meg csak röhög, körülbelül. Csoport, de az ilyen 100 körülbelül, szóval nem olyan akarnék vele szórakozni. Csinálunk városházat, attól még nem lesz egyéb nyersanyagunk, tehát
Hoppá, már nem csak lehet, hogy ezt kell levelni, számos. Az mennyi, és nyelv látjuk. Pedig annyit vártunk, hogy túl sokat vártunk láthatóan. De... hogy a szarba támad az ennyiket. Ennek valami mágikus sebzés csökkentése van, vagy mi a franc? Hát ez... hol vettem föl? Igen, ide mentünk le. Elmegyünk. Na, közben jön az ellenség is. Ez kerülő. És hogy ezt támad meg, szuper. Hát ez eléggé esélytelenek néz ki. Direkt mindig persze az ijászra megy rá a legjobb esetben. Ki másra. Megint nem azt csinálja, amit akartam jönni neki. Hát, semmi értelme ezt is. Szóval nincs erőm. Semmit nem ér az egész. Karaványaim sincsenek, tehát nagyon gáz. Városom ez a... 10-10-5-5. Tovább kezdjünk. Sokat nem értem. Az szintén, mert hányos vagyok? 6-os. Nem is csodát, hogy nem tudok előre jutni a játékba. Így kell csodálkozni. És az még a gyengébb. Milyen lehet, ha nem gyengébb. Na, viszont ezt tetszik, hogy betankoltam szintet, tehát azért vannak még csodák. De nagyon csárgára vannak a nagyon nagy bajok. Konkrétan. És kimegyek, akkor meg megtámadja a váramat és elfoglalja azt. De előre látom. Igen. Nézzétek, és már az övé is. Szuper. Hogy éreztem, de viszont... érdekes, hogy... naj, ne, ez így jársz. Hát ez... jó lesz.
Hát, ez... nagyon erős. Sajnos. Most megint tudok valamiért használni, de még nem. Igazán értem. Hogy szívak ilyen rohadt sokan? Lezúzta a seregen bakkán. Remélem várva, amíg benn hagyott valamit. Nem, jó. Ennyi maradt. Kaptam egy ilyet, ami nem sokat fog szerintem jelenteni. Ez még nem rossz. De... kellene menni még egy hőst. Méghoz egy ijászt. Nincs pénzem, basszus. Hát. Semmi értelme szórakozni. Az íjász az összes reményem körülbelül. Itt az egészben. De talán... ja, megcsinálta nekem, de jó. Még valami pozitívum. És akkor már csak igazából ezt kéne megcsinálni, de igazából elég itt megcsinálni. Ja, körül ez 10, ugye? Tök jó, hogy megcsinálta nekem ennek, most örülök. Annak még örömök a világon. Na, tehát... ó, de jó, hogy elzárja valami szar, és azért nem lehet vásárolni, ezt szeretem az ilyet. Csináljunk egy olyat, kérem alásom, hogy ezt nagyon verjük. Most miért kerülve mész, basszus? És ez viszont annyira erős, hogy röhely kategória körülbelül. Oké. Most az aranybányának kell neki menni. Nekünk enni. Úgy. Ez mennyi van már belőlük, basszus. Őrület. Hm.
Nem, ez alapból van, azt hiszem, ez a képesség rajta. Ennek is sikerült egy ijászt eltüntetni. Tapasztalt. Csak még ezt nem tudom használni, ez a vicc, mert nincs még 3-as szintű. Még zsigirit sem, ez a vicca az egészben. Támadjuk meg ezt, én azt mondom. Most ha elmegyek a kéket, meg van még támad, már előre látom az ellenség. Kompecú. Körülbelül. Ennyi volt? Na, igen. Komoly. Pedig sérre is hat a rakítás. Sajnuláznak. Ezúztam is megint nem maradt, hát az alapegységünk kívül semmi. Az a meditáció. Jó. Akkor alász rá. Na de most ide nem sok értelme van szerintem. Ja de nem, mert ugye akkor nem tudok a várból átvinni embereket. Ez a gázebbe. Kérem aláson. És akkor itt meddig tudok elmenni? A szoborparkig. Szoborparkhoz a varázslóci szint 1 kell. Ezt legalább meg tudtam csinálni, ez is már valami. Ja, hogy ez is kell hozzá. Akkor legyen ez. Jó. Ugye itt van még ez is.
Elhozzuk. Illetve hát igazából ide annyira nem is kell karaván. Meg itt van ez. Hát attól még kelleni fog majd a többi helyhez. Nem baj, megcsináltam. Nem végszükséglet. Viszont 6000, vagy 3000 és 6. Így le. Ez a lényeg, kérem aláson. Úgyni, egész jól nézünk, ugye utolajuk a kéket, igaz, hogy a narancs lehet a továbbra is fényévekre. De azért ez már valami. Én azt mondom, ez már valami. Ezt meg leverjük. A morál nem csökkene így, hogy tök vegyes minden, de reménykedjünk, hogy nem lesz belőle problém. Oké, okay. Van 95 sebez, ez is nő, úgy látszik erőben. Ennek örvendek. Van egy ilyen ijász sereg leszünk körülbelül. Sok vagy keveset a gyászkincselzéssel érdekes modát veszek azért, mert ugye melyik ez? Természet mágia hatékonysága maradunk. Ups, ez megtámad. Elég igaz. Természet mágia hatékonysága mindig nem eléggé hatékony. Tudjuk hozzá. Lehetne jobb is. Miért van itt a szem? Na ne, jó van, bakker. Franz van ilyen barátom. Megszivattak. Ez mi? Hoppá, ez mi ez? Mondjuk a különböző részét. Na. Nem néztem, hogy ilyen is van. Tehát igazából most akkor azok a legerősebb lények, a szem. Érdemes megvenni. Ugye ezek a dolgok, így plusba. Azok, hogy merre menjünk tovább, mert még erre is, ha már ezt leírtattuk. Ja, meg ott van ment is tudsz. Mi is ez? Nem rossz, de... annyira nem érdekes. Akkor már inkább ezt támadjuk.
Erősödünk, akkor nem lesz ez a probléma. Hét férfeldes csizma, aztán még többet tudok mozogni. Nem, csak körbe-körbe. Hát igen, ez szuper. Mégis leszedem ezeket, mert most sokat tudok lépni. Van itt a... Ups, ezt lezúzzuk a majtőjét. Szuper, most már jók vagyunk igazából. Mást annyira úgy tudunk építeni. Jaj, ezt minek vettem el az orkot. Bár lehet, hogy nem baj, megvettem. Egyébként. Ezeket áthozzuk. Ezeket is. Már kezdünk az jók lenni. Tehát azért van egy érték, amikor már azt mondom, hogy igen. Ezt kinek a helyére akartam igazából? Ezt a kutya helyére. Mennyi az életörő pontja? 12 kutyáé, 12, annyi kétszerű, de viszont ez lő, úgyhogy én a kutyáére szépen berakom. Hogy ne rakjam? Hát nem tudom, basszus. Hagyom a kutyát. Nos, hogy vagyunk? Aztán. Úgy látszik, akkor a narancs az fix, vagy én nem tudom. Ezt nem vártam volna, hogy csak ilyen lesz a helyzet. Jó, én azt mondom, menjünk. Ja, nem tudunk elmenni, mert a föld alatt van az a szamra, basszus. Na, szerintem nagyon sokat tudok lépni. Ennek örvendek. Ennek is felderítés, hát... Azt szerintem nekünk nem fog annyira kelleni. Oké, ez gyors volt. Ezt kéne levernünk, hogy le tudjunk menni. A kulcsér. Válni fognak, de annyira nem tud érdekelni. Mert nem van, mert inkább.
ez már annál inkább. Darázsraj. Hát... Fontosra. Ez jó volt. Tovább. A francos kádat, basszus. Engedek az ellenségnek, tehát itt a gáz. Ide kell jutni. Majd mindenkivel előre most ez a szisztéma. Azért mindenki azt fogja támadni most. De jövök a basszus, nem vettem. Gyorsan mennem kell egy hőst. Na nehogy már. Csak másikba se lehet. Ez de szemétség, basszus. Nem tudok hőst venni, ez ekkora gáz. Egy hősre van, egy pálya úgy limitálva, hogy két ellenség van, az egyik az szinte fixálva van, a másik egyre jobban erősödik. Ez gáz, én úgy vélem. Ez nagyon gáz. Jó, szerintem nagyon sokat lépek. Így oda tudok gyorsan érni a célhoz. És azt hiszem, hogy errefele van-e valamilyen érdemes. Tovább meg. Több-több, ezt talán meg le tudom verni. Én úgy érzem. Reméljük, jól érzem. Főleg úgy, hogy ezt is nem hagyjuk lépni. Viszont önnek a lovák, basszus. Persze odaérni, ja. Jó.
Darázsra. Ezekre varázsolni, hogy mi a jó büdös franc. Jó, akkor gyerekünk. Azt nem lehet erre varázsolni. Szuper, jó. De azt mondom, hogy ezt kicserélem inkább a röfire. Itt erősebb. Annál. Véleményem szerint. A röfi. Ellenség, pajzsa, áldás, hát ez annyira nem. Hó, ez egy kicsit jobb. Csapatársát 30%-ot kapnak közel az is távolság, védelmükre a hősünk is kap plusz 3-at. Kell ennél több? Nagyon jó. Egy szinten ezzel vissza tudunk menni a... Jó, persze, gyere bassz, gyere. Na, tehát akkor ezt kell leverni. De később itt fönt van-e még valami, amit érdemes lesz majd beszerválni. Valóban nem sokat szivatod neki. Ideges itt. Kutya is elég idegesítően gyenge. Na ugye a tündér legalább nem jutnek vissza azt mondani, ugye meg elsiként jön sokszor. Mágia, csak hogy tudjuk majd következő pályán már tanulni. Szuper! Milyen kis a helyzet. Pedig visszajövünk itt fönt. Ami végül is jó nekünk. De miért jó volt nekünk? Itt mi feljöttünk? Erősödünk azért. Miért tündér? Farkas odó. Így állunk. Hát, lehetne jobb is. És amit ezt a föld alattat ki akarom pucolni. Ez mi? Demonárium. Hát köszi, csak nekem nincs olyan sok értelmét nem látom ezen a pályán. Halottas kampány volt, tök jó lenne, de...
de jó. Szuper. Csak ezt tudom mondani. Basszus. Az, aki nem lép, az is. Na, viszont ez jót, jót nyomott rám. Volt nekem egy annyi szemverem le ezeket. Ne, őriznek ezek egyáltalán valami értelmeset? Hogy annyi itt át tudnék menni, hát egyszerűen visszamegyek, az kész. Sincs ott semmi, úgy látom, tehát... Oké... Okay. Milyen nehéz volt az elején, azt mondom, hogy annyival könnyebb most már. Nem gondoltam volna. Mi ez lesz? Szemből növekedünk. A kutya kell is, meg nem is egyébként. Az igazság. Hát igazából innen fogjuk folytatni a következő videóval, remélem tetszett nektek a mai adás, úgyhogy töretek, sziasztok!